A megyei diáksportgálán minden esztendő végén elismerik azoknak a sportolóknak és felkészítő tanáraiknak a teljesítményét, akik a legeredményesebben szerepeltek az előző tanévben. Ezúttal is nagyszerű eredményeket értek el az általános és középiskolások, 48 éren volt a 2017-2018-as tanév termése. Idén a megyei diáksport és szabadidő egyesület rendezte a legnépesebb mezőnyt felvonultató 4. korcsoportos összevont labdajátékok döntőt, amelyen a versenyzőkkel, felkészítőkkel, szülőkkel együtt közel 2000 vendég látogatott Nyíregyházára, illetve Kisvárdára. Ez a nap arról szól, hogy mindenkinek, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksportért tett, legyen az testnevelő, legyen az diák, legyen az sportszervező, megköszönjük, és talán, hogyha mindenki nem is kaphat díjat, mert ugye ezt azért lehetetlen kivitelezni, de ezek a díjak azért én úgy gondolom, hogy bár általában személynek és iskolának, szervezetnek szólnak, mégiscsak az egész megyei diáksport életnek, közéletnek a díjai, és mindenkinek szeretnénk megköszönni valóban a jó tanuló, jó sportolókon, az általános iskolákon, a középiskolákon és a testnevelőkön keresztül az, hogy tett, dolgozott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksportért. Az eredményeket tekintve a megye országos viszonylatban is ott van a legjobbak között. Én azt gondolom, hogy amikor a Szabolcs megye nevét kiejtem az országos központba, akkor mindenkinek felcsillan a szeme, mert egy olyan megyéről van szó, aki nagyon áldozatosan, nagyon korrekten végzi azt a munkát, amivel elért oda, hogy az első 3 helyezetben benne van, azt gondolom, országos szinten. Minden évben rangos diákolimpiai országos döntők vannak itt, nagyon jó színvonalon megrendezve, ugyanakkor a helyi iskolák, tehát a megyei iskolák is nagyon-nagyon jól szerepelnek az országos döntőkön, tehát abszolút ott van a megye az első 3-ban országos szintet tekintve. Az elmúlt tanév országos döntőiben 18 arany, 14 ezüst és 12 bronzérmet szereztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselői.